végül is stabilizálható legyen, és nekünk is a jövőbeli Euróhoz való csatlakozási perspektívánkban is rendkívül fontos, hogy az Európai Unió erejét adó közös valuta, az euró stabilizálódjon. Ezen a területen egy kiemelkedően fontos munkát tudtunk elvégezni. Néhány simítás még hátra van. Ugyancsak a gazdasági kormányzáshoz, a gazdasági kérdésekhez tartozó ügy, hogy az energiapiacnak a liberalizálása területén sokat tudtunk tenni. Ezáltal is erősebb az energiabiztonsága az Európai Uniónak. A Róma-Keres stratégia, a Duna stratégia is úgy tűnik, hogy az Európai Tanácsülésen elfogadható lesz. Ami még nyitott kérdés, hogy sikerül-e a román és a bolgár schengeni csatlakozás, valamint a horvát bővítés területén is elérni a célkitűzéseinket, de azt gondolom, hogy teljesen reálisan számíthatunk erre is. Ne ígyünk tehát előre a medve bőrére, de úgy tűnik, hogy azért fogunk tudni hamarosan inni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Tisztelt Országgyűlés! Vágó Gábor, az NLP képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. 2,5 milliárd per kilométerre robog a vasút Mutyi címmel. Vágó Gábor, a képviselőt illeti a szó. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! Nagyon nem lenne szerencsés, hogyha az előző ciklusok természetesen soha nem bizonyítható autópálya mutyiai, völgyhiddal, síksági alagutakkal ebben a ciklusban a vasútra költöznének. Ennek sajnos számos jelét mutatja a legújabb, botrányosnak látszó döntés, miszerint megemelik a Szajó-Püspökladány vasútvonal felújítására allokált keretet. Összehasonlításképp az immár 2,5 milliárd forint per kilométer környékére tornászott költségek a hasonló horvát felújítás 10-szeresére rúgnak. Vajon mi indikolja ezeket a lépéseket? Készült-e a projekthez olyan költséghaszonelemzés, mely bizonyítja, hogy megéri ezen a szakaszon emelt sebességűre 160 km per órásra átépíteni a pályát, vállalva a tetemes többletköltségeket? Ha létezik ilyen, azt kérjük azonnal nyilvánosságra hozni, például az NIF ZRT honlapján. Addig is nehezen elhihető ennek indokoltsága, tudva, hogy a tehervonatok ezt a sebességet nem tudják kihasználni, a távolsági vonatoknál pedig nem valószínű, hogy jelentős menetidőjavulást lehet elérni az ütemes menetrend kereteit megtartva. Mi indokolja? Az egyébként nem alacsony mérnökár túllépését, illetve azt, hogy a mérnökár alatt vállalkozó cégek a versenyből kizárásra kerültek. Nem került veszélybe emiatt az EU támogatás? A megnyugtató válaszok különösen fontosak lennének ebben az esetben, ahol sajnos elég sok jel mutat arra, hogy baráti cégcsoportok kifizetése zajlik részben az EU-s forrásokat igénybe véve. Várom tisztelettel az államtitkár úr válaszát, mert ezt a kérdést tisztázni kell, hogy ne járjanak önök is úgy, mint az elmúlt 8 év mutyista kormányai. Köszönöm a szót! Megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A Szajor-Püspökladány vasútvonal fejlesztéséről szóló projekt kivitelezése irányuló támogatási kérelem átdolgozása jelenleg folyamatban van a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nél. A véglegesített kivitelezési költségekre átdolgozott dokumentáció 2-3 héten belül elkészül. Ezt követően a bírálatra benyújtott támogatási kérelem természetesen nyilvános lesz. Kérésére a NIF illetékes munkatársai részére képviselő úr számára is eljuttatják. E dokumentáció része többek között a megvalósíthatósági és forgalmi tanulmány, továbbá a költséghaszon elemzés is. Az előzetes vizsgálatok alapján a projekt megtérülése a megnövekedett költségekkel is biztosított, támogatása nem kerül veszélybe. A kiadások megnövekedését a magasabb minőségi szintet megkövetelő szabványok és a hatékonyabb építési technológia alkalmazása okozza, melyek hatása leginkább szembetűnő módon a nyíltvonali pálya és felső vezetéképítési munkák költségeinél jelentkezik. A gazdasági körülmények megváltozása is indokolják a költségnövekedést. A forint jelentős árfolyam mozgása, az alvállalkozói kör pénzügyi nehézségei,
a bankgaranciához és hitelekhez való nehezebb hozzáférés, a kevésbé jól felmérhető kockázatok megjelentek a vállalási árakban. A költségek növekedése mellett problémát jelentett az is, hogy a közbeszerzési eljárás folyamán az ajánlattevők egy része az ajánlati felhívásban közölt feltételeknek nem tudott eleget tenni, ezért kizárásuk elkerülhetetlen volt. Az eljárás keretein belül ugyanakkor csak így biztosítható, hogy a munkát valóban az arra leginkább alkalmas vállalkozó végezze el, és gátat szabhassunk a képviselő úr által is említett mutizásnak. Köszönöm a figyelmüket. Tisztelt Országgyűlés! Aracki András, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek. Milyen lehetőséget lát a kormány arra, hogy az onkológiai gyógyszerek felírásának szabályai figyelemmel legyenek a betegek egészségi állapotára címmel? Aracki András képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr! A fogadórámon gondokat jeleztek az onkológiai betegségeket gyógyító gyógyszerek felírási gyakorlatával kapcsolatban. Nevezetesen, hogy ezeket a gyógyszereket csak szakrendelésen lehet feliratni, ami a betegeknek nagyon kényelmetlen. Az egyik beteg elmondta, hogy 4,5 órát várt egy recept felírásra, a szakrendelésen mellette pedig ugyanannyian többen várakoztak és ugyanannyi órát vártak. Véleményem szerint ez a hosszú várakozás megalázó és nem szolgálja a betegek egészségét. Álláspontom szerint az onkológiai betegellátás és a kapcsolódó ellátási feladatok sokrétűsége miatt kiemelt figyelmet érdemel. A jelenlegi gyakorlat pedig csak korlátozottan képes ennek megfelelni. Tudtommal a szemlélet terv is foglalkozik azzal, hogy a betegutakat átszervezze, illetve az ellátó rendszert átalakítsa. Kérdésem az, hogy van-e kialakult helyzetre értelmes magyarázat, milyen megoldásokat tartana jónak a tárca? Tervezi a kormány, hogy a rosszindulatú daganatos betegségek komplex ellátása olyan rendszerben történjen, ahol a különböző ellátások egymásra épülnek? Kérem megtisztelő válaszát. Válaszadásra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselő úr, már a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezése során meghatározásra kerül az adott gyógyszer, az, hogy az adott gyógyszer milyen alcsoportba kerüljön. Az onkológiai gyógyszerek nagy része S jelzésű, melynek megfelelően a szakorvosi kórházi diagnózist követően csak folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazhatóak, vagyis csak szakorvos rendelheti a készítményeket. Amennyiben a beteg szakorvosa úgy ítéli meg, hogy nem indokolt havi rendszerességgel a páciens állapotának nyomon követése, lehetőség van a járóbeteg ellátás során a szükséges gyógyszerek 3 hónapra történő rendelésére. Arra is van mód, hogy a beteg szakorvosa 12 hónapra szakorvosi javaslatot állíthat ki a házi orvos részére, de csak azokban az esetekben, ahol nem indokolt az időközbeni szakmai kontroll. Tisztelt képviselő úr, teljességgel megértve az ön által képviselt betegek problémáit, tájékoztatom arról, hogy a jelenlegi gyógyszertámogatási rendszer felülvizsgálata, melynek része a járóbetegellátás keretében finanszírozott, azonban fekvőbetegellátásban felhasznált gyógyszerek kérdéskörének áttekintése is, a tárca közeljövőben tervezett feladatai között szerepel. Elismerem, hogy a jelenlegi gyakorlat csak korlátozottan képes megfelelni annak, hogy a rosszindulatú daganatos megbetegedések komplex ellátása olyan rendszerben történjen, melyben a szűrés, a kivizsgálás, az aktív ellátás, a rehabilitáció, az utógondozás és a hospice ellátás összehangoltan egymásra épül. A Semmelweis tervnek a betegutak megszervezésével kapcsolatos koncepció elemei azt a célt is szolgálják, hogy az ellátórendszer, beleértve természetesen az onkológiai ellátás teljes vertikumát is, átalakítása az egyes szolgáltatások iránt felmerülő szükségletek figyelembevételével történjen. A szükségletekhez igazított, egyúttal a betegellátás biztonságát is garantáló intézmény és szolgáltatórendszer a szakellátásban való várakozási idejét is kedvezően fogja befolyásolni. Kérem válaszom elfogadását. Tisztelt Országgyűlés, Józsa István az MSZP képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek, kilép a szabályozó hatóság helyébe címmel. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. A távhőárak rendezetlensége késztetett kérdésre. A kormány eltörölte a környezetbarát
kapcsolt energiatermelés támogatására jól működő kötelező átvételi tarifarendszerét, a KÁT rendszert. Így július 1-től a kapcsolt energiatermelők kikerültek ebből a körből. Egyidejűleg a kormány döntött a távhőárak befagyasztásáról és a hatósági árszabályozás alá vonásáról. Ugyanakkor a kormányzatnak semmiféle elképzelése nincs, hogy ezt hogyan oldja meg. A Magyar Energiahivatal pályázatot írt ki, hogy valaki készítsen már erről tanulmányt. Véletlenül egy Fidesz közeli cég nyerte ezt a táblázatot. Mondjuk nem is egyszerű a feladat, mert eddig 4-5 paramétert kellett kezelni, most pedig 75 település távhőellátásának ármegállapítást kell. Jellemző a módszer, a Fidesz kormány először forradalmi hevületbe gyorsan szétrúg egy jól működő rendszert, és aztán kapkod, hogy mit lehetne helyette csinálni. Ezért nagy hibának tartjuk, hogy a magyar kormány megszüntette és munkahelyeket veszélyeztet, és a megvalósult beruházások mellett az új beruházókat is elriasztja, ahelyett, hogy olyan rendszert működtetne, amelyik nem a régi pazarló forlóvizes rendszerre épül. Kérdezem államtitkár úr, hogy tudják-e már, hogy az átalakítás után miért lesz jó a távfűtéses lakásban élőknek, ha igen, miért nem mondják nekik? Ha nem lesz jobb, akkor miből fedezik a 30-50% várható átszervezést? Az önkormányzatok hogyan fogják finanszírozni beruházásaik megtérülését, és elképzelhető-e, hogy az átalakítás hatására 2011. július 1-je után mégsem fog csökkenni a villamos energia, a villamos áram ára? Köszönöm. Megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Pontosan tudja, hogy a távhőár szabályozás egy rendkívül összetett, bonyolult, és egyébként az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben is állandó szakmai polémiák tárgyát képezte. A folyamatban lévő felülvizsgálat és módosítása esetében az az elsődleges kormányzati cél, hogy a fogyasztóknak a jövőben csak az ellátásuk érdekében indokoltan felmerült költségeket kelljen megfizetniük. Szeretném felhívni képviselő úr figyelmét arra is, hogy a távhőtörvény értelmében a Magyar Energia Hivatalnak az új árszabályozásra vonatkozó javaslatát augusztus 31-ig kell elkészítenie. A hivatal szervezeti átalakításával kapcsolatban megjegyzem, hogy a Magyar Energia Hivatal nemzetközileg elismert intézmény, a kormány elégedett az által az elmúlt időszakban végzett munkával. Engedje meg, hogy tájékoztassam arról is, hogy a kormány az áprilisban meghozott e-tárgyú határozata tekintettel a távhőárszabályozással kapcsolatos új feladatokra kibővítette a hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát, így a hivatal szakmai apparátusa felkészült az elvégzendő feladatok végrehajtására. Ami pedig a hőszolgáltatás indokolt költségeit illeti, azok az önkormányzatok távfűtéskorszerűsítési beruházásainak indokolt költségeit is ideértve, az árakban természetesen a jövőben is figyelembe lesznek véve. Tisztelt képviselő úr, megítélésem szerint a 30-50%-os áremeléssel való riogatás és az árak jelentékeny csökkenésének igénye egyaránt megalapozatlan. Jelenleg ugyanis az áremelés elkerülése az elsődleges feladat, ezt tükrözi intézkedésünk is a rezsiköltségek befagyasztására. Köszönöm kérdését, és önöknek, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés! Kolber István, az MSZP képviselője kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Az iparűzési adó szerepe az önkormányzatok életében címmel. Kolber István képviselőt illeti a szó. Elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr! Az önkormányzatok működésében jelentős szerepet játszik az iparűzési adó. Az önkormányzati törvény koncepciójában olvashattuk azt az elképzelést, miszerint az állam úgymond lefölözné, elvenné a több iparűzési adót beszedő településektől az adó egy részét, és azt fejlesztésekre fordítaná oly módon, hogy abból az adott megye többi települése is részesüljön. Ezt a forrást egy variáció szerint a megyei közgyűlés osztaná el területfejlesztési célokra.
Ez még tudjuk, nem egy végleges, nem egy alaposan jól kidolgozott koncepció, ugyanakkor egy kérdést mindenképpen felvet. Sok településen az előre tervezhető iparüzési adó jelenti a felvett fejlesztési hitelek visszafizetési fedezetét a bankok felé. Abban az esetben, ha az állam elvenné az iparüzési adó egy jelentős részét, a hitelek visszafizetése, ezáltal az önkormányzatok működése további veszélybe kerülne. A kormány ezzel újabb terhet rakna az önkormányzatok vállára. Lehetetlen helyzetbe hozna sok települést. Kérdezem tisztelt államtitkár urat, az iparüzési adó egy részének elvonása miatt ellehetetlenül önkormányzatoktól átvállalja-e a kormány a hitelek vissza nem fizetéséből keletkezett felelősséget? Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót államtitkárnak, Tálay András államtitkárnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Válaszomat azzal kezdem, hogy éppen önök az ön szavazatával szavazták meg 2010-ben, hogy az iparüzési adót, eszedését vegyék el az önkormányzatoktól, és azt a jövőben az állam szedje be. Hát ez nyilvánvaló, hogy ennek mi volt a célja, az iparüzési adónak a központosítása. A parlament megalakulását követően az első döntések egyike volt, amikor a Fidesz-KDNP-s többség ezt a lehetőséget azonnal visszaadta az önkormányzatoknak, és 2011. január 1-től újra az önkormányzatok szedik be az iparüzési adót. Amit ön most az iparüzési adó lefölözéséről beszél, meg nem is tudom még miről, ezt a gyakorlatot ön is jól ismeri, hiszen önök 8 költségvetést csináltak a kormányzásuk alatt, és mind a 8-szor az ön szavazatával szavaztak meg egy hasonló rendszert, hiszen az iparüzési adóból most is működik egy kiegyenlítő rendszer. Például 2011-ben 33 milliárd forint gyűlik be az államkasszába ettől, 142 önkormányzat fizet be ezzel, és segíti meg ezáltal azokat a településeket a működésük tekintetében, amelyek nem tudják finanszírozni a működési kiadásukat. Tehát ön egyrészt arról beszél, amit maguk megszavaztak, önök megszavaztak, hogy az állam szedje be, másrészt pedig arról beszél, amit egyébként önök is működtetnek. Ez a koncepció valóban tartalmaz egy új fordulatot is, hogy ebből a forrásból a jövőben a megyei területfejlesztési alap bővüljön, és egy-egy olyan település, aki jelentős iparüzési adót tud begyűjteni, abból a megye területére is jusson a területfejlesztési alapon keresztül. Tehát egyáltalán nem új ez a rendszer, és nem az a célja, hogy az önkormányzatoktól elvegyük, lefölözzük, hanem az, hogy egy igazságos, mindenkinek kedvező rendszert hozzunk létre az iparüzési adó működtetésével. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, munkánkat határozott hozatalokkal fogjuk folytatni. Most 18 óra van, 18 óra 10 percig szünetet rendelek el, nem azért, hogy elsősorban önök távozzanak, hanem hogy a távol lévők visszatérjenek az ülésterembe. Köszönöm szépen.
Tisztelt Országgyűlés, Balczó alelnök úr, 18:10 irányzott elő a munka folytatására, ezért kérem, hogy foglalják el helyüket, keressük a jegyzőinket is. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat.